László József vagyok, 1962-ben születtem, Szekszárdon. Pálfán gyerek volt a gyerekkorom, itt értem napjaimat. Majd a közéletben való szereplésem 10 évvel ezelőtt történt, amikor beválasztottak a helyi önkormányzatban, mint képviselő. Itt a cigányságért próbáltam tenni olyan dolgokat, ami talán ilyen szinten egyedülálló volt. Majd a közéletben 5 évvel igazán akkor kerültem a rendőrség színeibe kapcsolattartóként, és ott nagyon színes oldalakat, sok rétű dolgokat találtam föl. Az Orsó Zoltán segítségével, akire nagyon büszke vagyok, és ő az egyik példaképen. Sokfele jártunk, különböző vidéki falvakat jártunk be, és a helyi dolgokat is ugyanúgy próbáltuk egyformán kezelni. Ezért tartottam fontosnak azt, hogy a cigányságért sok mindent lehetne tenni, meg kell is tenni, mert számomra ez egy célkitűzés, hogy a felzárkóztatás irányát jó szakembereket tudjuk megmutatni, és ebben hála Istennek a megyénkben sok jó szakemberre találkoztam, meg van is nagyon sok olyan ember, akire szintén büszke vagyok. Többek között én nagyon büszke vagyok azokra a népművelőkre, mint Mialovics Zsolt, barátom, aki most éppen az 50 éves évfordulóját ünnepelte a zenekarával. És nagyon sok olyan ember van, aki erre a díjra méltó és lehetett volna ugyanúgy, mint ahogy talán egy kicsit én is úgy érzem, hogy tettem azért a cigányságomért, hogy ezt a díjat méltón viseljem, és büszkén fogok erre gondolni, mert talán most van arra lehetőség, hogy mi tegyünk a cigány népért valamit, és közösen összefogva, széthúzások nélkül van erre lehetőségünk. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos számomra a hitélet, amiben élek. Szeretnék jó utat mutatni, példát mutatni azoknak a gyerekeknek az oktatás révén, a beintegrálódás szempontjából, hogy ebben a társadalomban úgy van nekünk helyünk, hogyha a tanulás, a sport, és mindenképpen a beintegrálódás viszi a cigányságot előre. Ezért mi nagyon sokat próbálunk tenni egyszerű emberként, és úgy érzem, hogy most volt az az idő, amikor más közéletű ember is azt mondta, hogy talán ez a díj egy kicsit úgy jó helyre került, mert én vagyok az a példa, aki tett azért a cigányságért. Az elmúlt időszakban ugye 57 éves vagyok, és tettem azért, hogy a cigányság felzárkózzon a többségi társadalomhoz. Talán helytálló az a dolog, amikor én önkéntes munkával próbálom a közösségemet úgy építeni, és a jóra kérni, hogy próbáljunk felzárkózni, és kérem az embereket, akik úgy gondolják, hogy ennek fontos szerepe volna, hogy segítsék a munkánkat, segítsék azt a réteget, aki éppen igényli a segítséget, hogy szeretne beállni ebbe a sorba, ami nagyon fontos, hogy itt élünk Magyarországon, magyar emberek vagyunk, és szeretnénk szolgálni továbbra is ezt a népet, ami kultúránkkal színesebbé tenni ezt a világot. Én úgy érzem, hogy talán jó fele haladunk, viszont ahhoz kellenek megfelelő partnerek, hogy mi ezt jó és gondosan tudjuk csinálni tovább.